Kiszáll az ellenzék kampányából Király Júlia, tudta meg az ATV.hu. Az MNB volt alelnöke egy levélben jelezte, hogy Róna Péter köztársasági elnök jelölése miatt nem szeretne nyilvánosan szerepelni, mert nem ért egyet vele. Az információt megerősítette Márki-Zay Péter is, az ellenzéki miniszterelnök jelölt a Híradónak azt hangsúlyozta, hogy Király Júlia továbbra is az ellenzék gazdasági koordinátora, és média hallgatása csak a köztársasági elnök választásig tart. Némi mérlegelés után, de... A visszalépés pillanata. Az előválasztás legnagyobb fordulatát hozta el Karácsony Gergely visszalépése Márki-Zay Péter javára tavaly októberben. A két politikus döntését sajtótájékoztatón közölte. A bejelentéskor a háttérben végig ott állt piros kabátban Király Júlia is. Nem csak a bejelentéskor állt Márki-Zay Péter mögött Király Júlia. A későbbi kormányfőjelöltet már az előválasztási kampánya alatt is gazdasági tanácsadóként segítette. Az elmúlt hónapokban pedig az Egységben Magyarországért gazdasági programírásában vállalt szerepet. Azonban úgy néz ki, mostantól hátrébb léphet. Legalábbis erről számolt be az ATV.hu. Az oldalhoz egy olyan levél jutott el, amiben Király Júlia arról ír, hogy a továbbiakban nem vállal nyilvános szereplést az ellenzék kampányában. Egyszerűen mostantól nem fogok ráérni, írta. Igen, én nem láttam sajnos, de beszéltem vele róla, amikor értesültem erről a levélről. Az ATV.hu információit megerősítette Márki-Zay Péter is, aki hangsúlyozta, Király Júlia továbbra is az ellenzék gazdasági koordinátora, és média hallgatása csak a köztársasági elnök választásig tart. Király Júlia csak annyit mondott, hogy ebben az ügyben nem kíván megnyilvánulni, ez a szerepét természetesen egyáltalán nem érinti, továbbra is az árnyék kormánynak a gazdasági területért felelős koordinátora. Király Júlia hátrébb lépésének oka Róna Péter köztársasági elnökké jelölése. Az említett levélben huncut pici gazembernek nevezi az ellenzék jelöltjét. A Róna Péter és Király Júlia közti konfliktus még 2012-höz vezethető vissza. Róna Péter akkor 7 embert tett felelőssé a devizehitelek bedőléséért, köztük Király Júliát, Simor Andrást és Oszkó Pétert. Az én ízlésemhez közelebb állt volna az első bejelentése Márki-Zay Péternek. Oszkó Péter szerint politikai okok miatt vádolta meg 10 évvel ezelőtt Róna Péterőt. Simor András a napokban viszont tovább ment. Ő teljesen erkölcstelen figurának nevezte az ellenzék köztársasági elnök jelöltjét. Hát ugye a ténybeli állás az egészen más, ez nem igaz, amit mondanak. Ez legfinomabban fogalmazza, messze menően pontatlan. Ami pedig a jelzőket illeti, hát mit mondjak, én nem vélem ezeket a jelzőket különösebben találónak, és nem tartom szükségesnek, hogy én ezekkel foglalkozzak. Király Júlia nyilvánosságra került levele kapcsán szerettük volna megszólaltatni Róna Pétert is, ő azonban nem kívánt élni a lehetőséggel, és nem értük el Király Júliát sem.